Szeretnék mindenkitől most bocsánatot kérni. Sajnos közbejöttek a dolgozatok, amiket itthon kellett írnom. A szakdolgák ugye itt a vizsgaidőszak, úgyhogy sajnos beköszöntött az, amiről korábban már beszéltem, hogy nem rendelkezem elég szabadidővel ahhoz, hogy hetente készítsek egy részt, de azért igyekszek a későbbiekben megpróbálni aktívkodni. Semmit nem ígérek, de igyekezni fogok. Na, most, hogy ezen túl vagyunk, akkor ide bejelentenem jelen kritikánk tárgyát, az Arndt fiát Jones Franktól. Nagyon durván nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az Arndt fia ugye tematikáját nézve dark fantasy regény, így reklámozza magát. Na most, a Kegyelem Áránnál elmondtam azt, hogy azt a regényt én a dark fantasy legprofibb munkájának tartom, legalábbis az eddig olvasott dark fantasy könyvek közül. Méghozzá azért, mert az a regény abszolút bemutatta azt, amit egy dark fantasynek véleményem szerint illene bemutatnia. Az emberi jellem elkorcsulását, a gyengülését, bukását mutatja be, megspékelve egy kis okkultizmussal, fekete mágiával, politikai áskálódásokkal, egy nagy adag naturitással, már pervers szexualitással is. Az tökéletes dark fantasy, mert sötét mi voltában mutatja be, hogy gyakran fényben ragyogó fantasy világot. És azóta minden dark fantasy regénytől elvárom, hogy stílusában és hangulatában képes legyen megteremteni az abszolút dark fantasy millőt, de ennél a könyvnél valami nagyon kiesett. Viszont volt helyette valami benne, amit szerintem vissza lehetett volna fogni. Miért még azonban erre kitérnénk, inkább egy kicsit beszélek a történetről. Mivel bitanglusta vagyok most, sajnos túlságosan sok hülyeség kevarog össze-vissza a fejemben, ezért csak a hátadon lévő ismertetőt fogom felolvasni. Ott ír, Szent városában ármány és korrupció uralkodik. Így eszményi hely a független és gátlástalan bérgyilkosok számára. Káim az egyik legjobb közülük, ám egy félre sikerült megbízást követően rá kell döbbennie, hogy fondorlatos, összeesküvésbe keveredett. A törvény tisztességtelen őrei, a rivális orgyilkosok és az Odátról származó mágia ellenében csupán utolsó célpontjának előkelő leányára számíthat, és kitre, az oltalmazó szellemre, aki mások számára láthatatlan. Amikor az életéért és az igazságért folytatott küzdelem ott ír veszélyes sikátoraiból, ha hatalom fényűző folyosóira vezeti, Káim pengéi és ösztönei már kevésnek bizonyulnak. Ahhoz, hogy a birodalom központjából szőtt összeesküvést leleplezhesse, az árny elsőszülött fiának fel kell vállalnia súlyos örökségét. Most, hogy érdemes, hogy ismertetőt, ez gyakorlatilag a fél könyvet, vagy a három ilyet könyvet gyakorlatilag leszpoilerezi, de mindegy, úgy látszik, semmit nem akartak a véletlenre bízni ennek a könyvnek az eredeti kiadói. Hát, ők tudják. Viszont az ismertető után jönnek azok a pontok, amiben inkább bele tudok kötni. Különösen a biztos kézzel megírt, részletgazdag, letetetlen bemutatkozó regényrészbe, meg a sodró cselekménybe. Itt jön ugyanis leginkább ki az, amit korábban említettem, hogy bekerült vele olyan dolog, aminek visszafogatnak kellett volna maradnia. Ez pedig az, hogy túlságosan is filmszerű az egész. Egyébként nincs benne azzal, hogy egy regény cselekménye és dramaturgiája egy filmét idézi, mert ez is egy irányzat manapság, tehát ez is ilyen a trendnek a része, de van egy határ, amit meg kéne végre húzni. Az Arndt fia átlépi. Ezt most egy kicsit részletezem. A helyzet az, hogy miközben az Arndt fiát olvastam, filmként, filmkockáként jelent meg az összes leírt szöveg, az összes jelenet, színészekkel, zenével, effektekkel, meg mindenféle szarsággal, és ledöbbentem, hogy ez a könyv véleményem szerint hát jobban jártunk volna, hogyha tévésorozatként fut le. Mert így a tévésorozatként leadva ezzel a történettel, ezzel a karakterbrigáddal egy egész nézhető, szerethető kis akció sorozatot lehetett volna belőle csinálni, de könyvként nehéz kezelni. És el is mondom, hogy miért. Az irodalom egyik nagy előnye a filmművészettel szemben az az, hogy itt a szavakkal kifejezhetőek a szereplők érzései, gondolatai, összetettségük, és bár az író próbálkozik a karaktereknek egyediséget adni, kitalálni valami érdekességet a múltjukba, meg hasonló, mégis minden egyes esetben, minden egyes múlt
bemutatásakor érezzük, hogy ez olyan, mint valamelyik filmsorozatnak a szereplőinek a háttértörténete. Ezzel nem is lenne baj, csak szerintem ez túlságosan is egy filmsorozatra hajaz. A bevillanások, a múltból előbukkanó mesterek, akik elmesélnek az egyik karakternek egy sztorit a főszereplőről, és így tudjuk meg a múltját, mert ugye a regényben, könyvek sorai közé nem lehetett annyira beszurkálni. Szóval az egész olyan, mint egy filmsorozat. De én ezt azért, mint egy filmsorozattól akarom megkapni, ott nem szükséges bonyolult karaktereket, szép irodalmi teljesítményt, vagy elképesztő vizuális fantáziát teremteni. Ott arra nincsen szükség, mert ott mindent a képkockákkal adnak át és a színészi játékkal. De egy regényben szerintem nagyon is fontos, hogy a karakterek jellemvonásai, hangulatváltozásai, múltjuk, motivációik kellőképpen ügyesen legyenek kifejezve. Oké, és hogy az Árnyfia Jones Frank első regénye, de hát én már láttam olyan első regényeket, amik ennél sokkal jobban ki voltak dolgozva. Sokkal egyedibbek voltak, sokkal kellemesebb élményt adtak. Nem vagyok sznob meg ilyesmi, félre ne értsetek, biztos, hogy ennek a könyvnek is megvan a létjogosultsága, de valószínűleg nem én vagyok a célközönség. Ez annak a fényében érzem cikinek, mert például a Trombitorlók is hasonló volt, hasonlónak éreztem, ott mégis az író meg tudott hagyni nekem egy olyan szálat, elhelyezett benne olyan részleteket a történetben, ami miatt érdekelt a folytatás, de itt még az sincsen. Egyszerűen nem tud érdekelni, hogy Káim hova megy ezek után a trilógia másik két részében, miket él meg, miken fog átmenni. Nem is beszél arról, hogy az a második kötet az már 400 oldal fölötti. Ez meg szerencsére az első rész annyira még nem volt hosszú. Szóval abszolút nem tud érdekelni. Akármilyen képességet, varázslatot vagy csavart dob be az író a történetbe, azonnal tudni fogjuk, hogy mi történik, ki hal meg, hogy hal meg. Úgyhogy ez sajnos pont, hogy a dark fantasy-nek az eszenciáján kívül esik. Mert a dark fantasy-nek, az igazi dark fantasy-nek a lezárásában mindig ott van a rossz befejezés lehetősége, hogy nem teljesen happy end, hanem mindig van benne egy kis keserűség. Ezért is szerintem sötét fantasy. De itt nincsen. Mondom, az egész olyan, mint egy tévésorozat. Amikor egyszer beszéltem Németh Vladimirral, a Fumax szerkesztőjével, akkor ő azt mondta nekem, hogy az Assassin's Creed rajongókat szeretnék ezzel a könyvvel rávezetni arra, hogy nem csak az Assassin's Creed, meg a videójátékkönyvek vannak, hanem van azokon kívül is nekik való populáris irodalom, amit olvashatnak. A szándék nagyon nemes volt, és én is valószínűleg megpróbálnék egy franchise-hoz szokott olvasótábort átcsalogatni egy másfajta irodalmi szféra felé, ha a helyébe lettem volna, de akkor azt egy olyan dolgot tenném, ami nem gyengébb, mint az Assassin's Creed sorozat. Mert még azokban a könyvekben is sokkal több összetettség volt karaktergárda, történet és ötlet szerint, még akkor is, hogyha tudom, hogy az egész egy videójáték franchise-nak a nyomtatott verziója, és még így is több egyediség szorult beléjük, mint ebbe a könyvbe. Úgyhogy én tisztem a Fumax szándékát, valószínűleg én se tettem volna máshogy, ahogyan már beszéltem korábban, de szerintem kár volt belevágni ebbe a regénybe, és ugyan megfigyeltem, hogy a második kötet nem jött ki 2013-ban, hanem átcsúszott a következő évre, 2014-re. Hát nem vagyok meglepve, mert úgy látszik, hogy nem csak én gondolom ezt így. A magyar kiadás pedig igényes lett, tehát a Fumax mindent megtett annak érdekében, hogy jó legyen. Nagyon jó lett a fordítás, Galamb Zoltán remek munkát végezett, a szöveg választékos, kellemes olvasni, pörög is rendesen, a borító is az eredetit használja fel, ami alapból már jól nézett ki, még akkor is, hogyha igen, csak egyszerű betűtípust meg kitolgozást használ, tehát nem annyira bonyolult ez. A zár is kellemes, úgyhogy a Fumaxnak mindenképpen egy nagy piros pacsi jár újra, amíg minőség ilyen kidolgozott könyvért. Kinek lehet ezt a könyvet ajánlani? Azoknak ajánlom leginkább, akik szeretik ugyan a fantasyt, de ugyanakkor előnyben részesítik a könnyedebb, szorosabb cselekmény alapáró akciótús történeteket, és nem akarnak túlságosan elmélyedni egy bonyolult, több olvasásra szoruló sztoriban. És mindenki, aki egy kicsit többet vár el ettől a könyvtől, mint amit adni képes, most azt kerülje el. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem sikerült lenyűgözni, de. A sorozatunk következő tagja már sokkal-sokkal kellemesebb lesz. Ugyanis az Emily the Strange elveszett emlékek című könyvről fog beszélni, és már előre le tudom szögezni, hogy 13 okom van imádni azt a könyvet. Sziasztok!